örökkézre került, szabaddá válik az út az ellenség számára Bécs felé. Ezért igyekezett a város mindenképpen védhető állapotba helyezni. Ez különben nem volt nehéz, mivel a város majdnem egészen víz és mocsár vette körül. Két vagy három helyen meg lehetett szárazföldön is közelíteni, ezért szükség volt védőművek emelésére is. Természetesen rendszeres átalakítási munkálatok elvégzéséhez hosszabb időre lett volna szükség. Műveket, sáncokat, árkokat igyekeztek a törökök megérkezése előtt elkészíteni.